A dombóvári utánpótlásban igencsak kemény munka folyik, jelenleg 5 edzővel dolgoznak 6 csoportban, és közel 100 úszó nevelkedik kezeik között. Tulajdonképpen úszás Dombóváron már körülbelül 80, de inkább 85 éve létezik. A versenyúszó sport az 1973 óta, tehát tavaly ünnepelte a versenyúszó sport az 50 éves jubileumát. Erről meg is emlékeztünk egyébként egy úszó találkozó keretein belül, és azt hiszem, hogy ez az 50 év a versenyúszásban, ez rengeteg sikert hozott a dombóvári úszósportnak. Ez igaz volt a múltra, és igaz az elmúlt évtizedekre, de ugyanúgy igaz a jelenre is. Elsősorban utánpótlás neveléssel, utánpótlás úszással foglalkozunk, tehát tulajdonképpen 4-5 éves kortól 15-16 éves korig célszerű és aktuális nálunk a versenyúszósportot űzni. Mint azt az edző elmondta, nem kötelező 16-17 éves kortól elhagyni az egyesületet, de másút azért komolyabb stáb tud foglalkozni velük, amire azért a nagyobb eredmények elérésének érdekében szükség is van. Még akkor is, ha az új sportkomplexum elkészült. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mikorra valósulhat meg. Tulajdonképpen az engedélyeztetési és a közbeszerzési tervek megvannak, már jó sok forrás bele lett tölve ebbe a pályázatba. Tulajdonképpen az Európai Uniós források csúszása miatt ez a terv is csúszik, mint oly sok minden egyébként az országban. Ez a sportlétesítmény, ha nem jött volna közbe a Covid, illetve a háborús helyzet, akkor már talán meg is valósult volna. Így viszont csak bízni tudunk benne, hogy a közeljövőben a közbeszerzés kiírásra kerülhet, és később az építkezés megvalósulhat. Igen, jó mondja, ez egy komoly sportkomplexum, amelynek az egyik legfontosabb eleme egy úszoda, amely 6 pályás, 25 méteres versenymedencét hoz maga után, illetve ami nagyon fontos, tanmedencét, ahol igazából a legkisebbek elsajátíthatják az úszás alapjait. A tréner bizakodva megosztotta, hogy akár egy következő olimpikon is nevelkedhet most náluk, de ez természetesen azért összetettebb feladat. Túl nagy változást a közelmúltban nem tudok igazából elmondani. Nagyon régóta egy nagyon jól megszokott rendszer alapján dolgozunk, háttérben kollégáim dolgoznak, jelenleg edzést tartanak. Éppen az egyesület legerősebb vagy legnagyobb csoportja dolgozik. Jelenleg 6 csoportban dolgozunk, több mint 110 gyerekkel. Nyilván a legkisebbektől kezdődően fokozatosan épül föl a rendszer, még valaki eljut ide, hogy esetleg egyszer a csoportos igazi komoly versenyzővé váljon. A dombóvári úszásnak nem csak történelme van. Jelenleg is a régió egyik legjobb utánpótlás nevelő egyesülete ez. Egész kiemelkedő eredményeket mondhatunk magunkénak, főleg ha azt veszem tekintetbe, hogy igazándiból a körülményeink jelenleg sajnos nem a legideálisabbak. Most talán én a közelmúlt legjelentősebb eredményeként azt emelném ki, hogy egy kimondottan utánpótlás nevelő program, a jövő bajnokai programjába 8 gyerekünk jutott. Így a régióból a legtöbb gyereket mi adjuk ebbe a programba tulajdonképpen, valamint van egy kaposvári kupasorozat, ahol megmérettetjük magunkat. Ez minden évben 4 versenynapot, illetve 4 versenynapot foglal magába, és egy összesített rendszerben hirdetnek végül csapateredményt. Jelenleg az első helyen állunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a regionális utánpótlás nevelés céljából mondhatjuk, hogy jelenleg talán a legjobb, ha nem is a legjobb, de a legjobbak között vagyunk. Az úszás tipikusan az a sport, amelyet már igen kiskorban elkezdenek azok, akik végezetük komoly sikereket érhetnek el. Nincs ez másként Dombóváron sem. Eszter 4 éves kora óta úszik. Szóval kis kapcsol így az edzések, meg az eredmények is nagyon jó, de hogy így mentálisan is, meg fizikálisan is nagyon jók az eredmények, meg így ahogyan segít. Tanulás nem zavarja? Nekem nem, és segít is benne, hogy így van egy ilyen rendszer, meg hogy edzés után leülök, és akkor tanulok, tehát már van egy ilyen rendszer, meg már megszoktam, hogy hogyan van, és segít ez is, hogy az, mint hogy a sportban és mint a tanulásban is jó eredményeket érek el. A versenyző még általános iskolás, mégis meg annyi eredményt és rekordot tudhat magáénak. Vannak országos bajnoki címeim, dobogós helyzeteim is, benne vagyok ilyen utánpótlás keretbe is, és országos csúcsokat is döntöttem már.
Van, aki hetente 10 edzésen vesz részt, nem csak vízben, de szárazföldön is helyt kell állniuk a versenyzőknek, ami a tanulást megnehezítheti, bár akad, akinek segít benne. Tanulni egyszerre nagyon nehéz úszással egybekötve, mert mikor hazaérek, akkor már nagyon fáradt vagyok, és nehéz tanulni, de kicsit zavaró, de megszoktam már. Szabolcs távlati célja az olimpiai részvétel, amikorában Rózsa Norbertnek már sikerült a városból elindulva, példakép tehát akad. A dombovári úszók eredményessége tehát kiemelkedő, de ami talán még fontosabb, igazi összetartó közösség jött létre, amely tiszteli és támogatja tagjait, ezzel is segítve a fejlődést, aminek határa a már ismert frázis.